Dr. Olga Spehár egyetemi tanár elmondta, hogy régészeti szempontból egy rendkívül érdekes épületet sikerült feltárniuk, hiszen a kezdetben egyszerű kinézetű templom különböző építési fázisokon esett át az évszázadok során. Amikor egy kultikus helyet, jelen esetben egy templomot ilyen gyakran felújítanak, nyilvánvaló, hogy egy rendkívül jelentős szakrális építményről van szó, amely a helyi lakosság számára kiemelkedő fontossággal bír. A templom körül egy nekropolis alakult ki, amelyből falusi temető jött létre, azaz jellegét tekintve egy olyan temető, amely a településhez kapcsolódott. Ebből feltételezhetjük, hogy volt itt egy falu, amely hosszú ideig fennmaradt, és hogy ezen a helyen már a templom megépítése előtt is temetkeztek, majd ez a gyakorlat a 15. század végéig, sőt a 16. század elejéig folytatódott, ami az élet folytonosságáról tanúskodik ezen a helyszínen. Az ásatások alkalmával kerámia tárgyakat, faépítményekhez tartozó szögeket, pénzérméket és bronztárgyakat is találtak, de a leletek nagy részét emberi maradványok képezték. Professzor dr. Perica Spehár, az ásatás vezetője, valamint a belgrádi régészeti tanszék egyetemi tanára elmondta, hogy a kiállítás nem egyenlő a kutatás befejezésével. Jelenleg emberi csontmaradványokon dolgozunk, amelyeknél már is azonosítottunk néhány szokatlan eltérést. Ez azonban még folyamatban lévő projekt, a munka nagy része még előttünk áll. A jelenlegi kiállításon a kutatási eredményeink egy részét is bemutatjuk. Mindez része egy nagyobb projektnek, amely Európa szerte a macskafélék demisztifikációját tanulmányozza, például ezzel is foglalkozunk. Törekszünk arra, hogy alkalmazzunk minden számunkra elérhető modern módszert. Jelenleg például paleoparazitológiai mintákat gyűjtünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk megállapítani, milyen betegségekben szenvedtek az emberek a múltban. Ez is egy kezdeti fázisban levő projekt, de reméljük, hogy idővel jelentős eredményeket is hoz. Az ásatási munkálatokat a Köztársasági Művelődésügyi és Tájékoztatási Minisztérium, valamint Zenta község támogatta. A kiállítást a tervek szerint szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők.